Köszöntöm kedves nézőinket, nagy hét 2020-as adásunkban. Ez egy szokásostól eltérő adás lesz, hiszen a heti műsorrendünkben ilyen műsor csak ezen a héten lesz. A vendégem és szakértőnk beszélgetőtársam, dr. Horváth Zoltán atya, tisztelettel köszöntöm, a Terézvárosi Alivira Nagy Szent Teréz templom plébánosa. Atya, rég találkoztunk itt a stúdióban, és azt gondoltam, hogy a húsvét, illetve a húsvétot megelőző nagy hét kiváló alkalom arra, hogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy ez az időszak, ez a nagy heti időszak egy picit különlegesebb az életünkben. Az összes megszigorítás, az összes ránk mért általunk úgy érzett, hogy ránk mért csapás miatt. Lelki atyaként, lelki gondozóként, lelkipásztorként, és most direkt a keresztény közösséget értettem, és azért nem plébánosodat mondtam, és nem az összes többi tisztségét. Hogyan sikerült önmagában földolgoznia az elmúlt egy-két hónapot, az események sokaságát, amelyek úgy ránk rakódtak hirtelenjében, és ezt lekövetni, és átadni a hívőknek? Hát talán nem is lehet egy-két hónapról beszélni, tehát sokkal gyorsabban történtek az események annál, hogy az ember úgy érezte, hogy egyik nap még ezt lehet, a másik nap azt nem lehet, most már így sem, most már úgy se, és ezek jöttek egymás után, és bármennyire felgyorsult világban élünk, ezt olyan nagyon divatos mondani, de azért, amikor az életünkről van szó, és az életvitelünkről van szó, az sokkal nehezebben megy át érzelmileg az emberben, és természetesen én is ember vagyok, tehát ez egyáltalában nem volt könnyű nekem sem. Annál is inkább, mint hát egy közösség vezetőjeképp a közösség nélkül. Mert egyik napról a másikra becsukódott minden, és pontosan az a személyes kontaktus, amit egész szolgálatom idején, 30 éves pap leszek az idén, egész szolgálatom idején a legfontosabbnak tartottam, hogy megfogni az emberek kezét, átölelni az embert, fölemelni. Azoktól most mintából kell maradni, és most ezt nem lehet így módon kifejezni, mint ahogyan eddig. Tehát ebben egy más utat keresni. És hát ugye mindjárt felkínáltuk nyilván a telefonos segélyszolgálatunkat, felkínáltuk azt, hogy interneten, illetve hát különböző ilyen eszközökön keresztül meg lehet bennünket keresni, na de azt azért nem gondoltuk, hogy már a harmadik nap 60-80 levél és üzenet fog érkezni, és hanem győztük rá a választ egész egyszerűen, mert mindenkinek hirtelen jött, és mindenki fordulni szeretne valahová, valamilyen segítségért. A legegyszerűbbtől, hogy az édesanyja idősek otthonában van, és most nem látogathatja. Vagy hogy a szerette kórházban van, és ő most oda nem mehet be. És ki tudja, hogy látja-e még élve, és ettől el van zárva. Vagy esetleg az orvosbarátaim, akikkel így beszélek, hogy meg kell mondja, hogy ott van a falon túl a hozzátartozója, férje, felesége, de nem mehet be, és valószínű soha többé nem fogja látni. Tehát ezt megmondani, ezekkel szembesülni, egyszer-egyszer is megrázza az embert, de hogy naponta vagy naponta többször, az valami egészen más az ember számára. Tehát én is azt gondolom, hogy ebben valami egészen más ember kezdek lenni, de még mindig nem vagyok a végén, én magam sem. És nyilván említette, hogy mint lelkipásztor, mint aki a lelkekkel foglalkozik, tehát egyre több kétségbe esett, vagy bepánikolt ember van, akiknek ugye sugallják, hogy maradjon otthon, ne menjen sehova, stb. Most azt mondani, hogy na de jó, de hát gondolj arra, hogy mi is van most. Nagy hét van. Mire emlékezünk nagy héten? Jézus kínszenvedésére. Miért vállalta? Szóval, hogy oda vezetni arra, amit úgy mindenki tud, vagy aki mindenki eddig is megünnepel, de átélni most egészen másként éri át. Hogy a szenvedés
a magára hagyatottság, hogy nincs segítség, hogy nekem kell helyzeteken urrá lennem, hogy egész egyszerűen az életem nem az én kezemben van, hanem valaki máséban. És ez nem azon múlik, hogy én mennyire vigyázok. Nagyon fontos, hogy vigyázzak. Maszk, kesztyű, távolságtartás, betartani az nagyon fontos. De az élet az nem az én kezemben van. És nem dönthetem el, hogy most mi lesz, és mi legyen. Eddig úgy eldönthettem, vagy rámentem a netre, kinéztem egy olcsó repülőjegyet, és akkor ezt a hétvégét Barcelonába töltöm, mondjuk. De ez most nem így van. És ezt borzasztó nehezen viseli az ember, és ettől borzasztó sok ember frusztráltá válik, és képtelen az adott helyzetével mit kezdeni. Hát én nem tudom, hogy régen azt mondták, a mobiltelefon valami káros hatást sugároz, hát ha sugároz, akkor nekem egyszer itt van, de mindenhonnan sugároz, állandóan telefonban vagyok az emberekkel. Élő szóban ugye több, mint írni. Tehát, hogy ez a nagy hét valami egészen más. Egy olyan dráma az ember életében, amely persze, hogy szükséges, mert valahogy a Bibliában ez mindig így van. Lásd, bábeli torony, vízözön, egyiptomi fogság, babiloni fogság. Szóval mindig ezt olyan nehezen érti az ember, hogy mindig kell valami dráma, amin keresztül én közelebb kerülök az Istenhez. Mert hogy minden megy a maga útján, és egy kicsit mindent úgy lehet csinálni, hogy én akarom, és én megtalálom benne a magam kis. De akkor úgy azt gondolom, hogy nincs is Isten, vagy legalábbis van, de nekem nincs rá szükségem. Nagyon sokan szokták azt mondani, hogy én hívő vagyok a magam módján. Igen, igen. És egyházaktól, vagy felekezetektől különállóan gondolkodnak, és közben természetesen megvan a maguk hite, de hát ilyenkor a hit az, ami segíthet az embereknek, hogy egy-egy olyan helyzetet, mint amiben most kerültünk, azt át tudják pozitív szemlélettel élni, és abból kikerülni. Említette a telefonos kapcsolattartást a hívekkel, ami egy hihetetlen nagy dolog. Ugye a fejlődés, az eszközöknek a fejlődése, amiről beszéltünk, hogy pár évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt, de én emlékszem, amikor még gyakorló pedagógusként a kollégáim 10-15 évet vártak arra, hogy egyáltalán egy lakásukban telefon legyen, hogy az milyen nagy dolog volt, hogy egy lakásban telefon legyen, vagy hogyha az utcában volt telefon, akkor oda jártak a szomszédok telefonálni. Most minden eszköz a kezünkben van ahhoz, hogy tudjuk tartani a kapcsolatot. De ez sem végtelen, hiszen bármikor történhet még egy tragédia, amikor ez a fonal is megszakadhat, hogyha nem vigyázunk eléggé a földre, és a Jóistennek azért van a föld felé egy üzenete, hogy ne zsigereljük ki, tehát ahogy igen, megvolt az egyiptomi tízcsapás, és az egyéb, a Babilon, és az előbb említett világkatasztrófák, vagy világkatasztrófának megért helyi katasztrófák, mert valószínűleg akkor sem egyszerre sújtotta a földet az a katasztrófa, de olyan mérvű nyomot hagyott, ami után újra kellett valaminek születni. De ez a mostani, ez valahogy tényleg olyannak tűnik, bár nem érezzük, hála Istennek itt Magyarországon, csak a bezártságot érezzük, de egyébként ez egy az emberek fegyelmén múlik, hogy ebből mi hamarabb ki lehessen lábalni. Na, amit akartam mondani, hogy tulajdonképpen a mobileszközök lehetősége nagyon kinyitja a világot, de mégsem személyes. És most egy egészen furcsa kérdést fogok föltenni. Hogyan sikerül a húsvéti ünnepi gyónást és áldozást elvégezni? Azért azt tudjuk, hogy a nagy hétnek megvan a maga üzenete, a maga történése, minden napjának. Van olyan hívőnézőnk, vagy csak nézőnk, aki hétfőn látja az adásunkat, és van, aki nagypénteken látja, és ahhoz is próbálunk szólni, és van, aki húsvét vasárnap látja ezt az adást. Ez a nagy hét, ez egy nagyon sok gondolattal és üzenettel teli hét. De mégiscsak van egy megtisztulási idő,
mint ahogy az ember kitisztítja a házát, a falusiak kimeszelték ilyenkor a portájukat, rendet raktak, elküldték a szülők gyonni a gyermekeiket, és saját maguk is elvégezték a húsvéti gyónást, és aztán a szentáldozást. Akkor most mi történik? Egy egészen más helyzet, ez egészen biztos ebből a szempontból is, és nyilván sok telefon utal erre, amit kérdezett. Éppen ezért az egyház próbált előre gondolkodni ezzel kapcsolatban. Olyat, amelyet én is, aki, hogy említettem, 30 évvel ezelőtt tanultam a teológiát, olyan elmélet volt csak az, hogy lehetőség van arra, hogy általános feloldozást adjunk. Tehát nem egyénileg vallja meg valaki az életének a fájdalmas eseményeit, és az alól kap személyes feloldozást, hanem közösségben. És éppen ezért, még amikor a templomban voltak szentmisék az utolsó héten, március közepén, akkor már megkaptuk rá a lehetőséget, hogy minden egyes alkalommal mindenki általános feloldozásban részesüljön, és előre a húsvéti szentáldozását is elvégezte. Tehát nyilván látták előre azt, hogy mi fog következni, hogy majd nem lesz lehetőség elmenni, és éppen ezért, hogy ezt előre valaki megtehesse. Vagy pedig említette a mobil meg a technika világát, és hogy ez milyen nagy dolog. Ugye olyan hívő ember vagy talán, ahogy említette is, aki csak a húsvétot ilyen módon is megünnepli, ez azért mondjuk megnézte a tévében a pápának az Urbi et Orbi áldását, ugye, ami jelenti, hogy a városra, Rómára és a világra adja az áldását. És teljes feloldozást kaptak azok a hívők, ez akik... Az, hogy ezt nem mindenki tudta, hogy ez így van. És a pápa ugye már előre hozta múlt hét előtt való péntekre ezt az áldást, amelyben teljes feloldozást kapott minden bűnétől a világ bármely táján az, aki ebbe belekapcsolódik, tehát televízión, mobilon, neten, mindegy keresztül. Pontosan azért, mert a mi hitünk szerint ugye Jézus Péternek adta a mennyország kulcsait, ugye amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, amit feloldaszt a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És ezen keresztül mindenki részesülhetett ebben már a karantén idején, tehát amikor már nem lehetett kijárni is. Ezt, amit egy pap nem tehet meg, tehát mi telefonon keresztül nem tudunk gyontatni, vagy interneten, vagy Skype-on, vagy Viberen keresztül nem tudunk. De ő megteheti. És ez volt az első zárt hét után az első dolga, hogy most ne várjuk meg a húsvétot, hát mi lesz azokkal, akik addig betegednek meg. Olaszországban, Spanyolországban 7-800 ember egy nap alatt hal meg. Nem lehet, hogy úgy menjen el ebből a világból, hogy lelkileg erre ne legyen felkészülve. És ezek is drámai pillanatok voltak, az a múlt hét péntek este, aki ezt követte a televízión keresztül, és tényleg hála a televíziónak, aki minden műsort megváltoztatva ezt adta egy órán keresztül azért, hogy az embereket fölemelje, hogy az emberek megszabaduljanak, hogy az emberek tisztán tudjanak erre a nagy hétre, erre a húsvétre készülni. De ugyanilyen hála a technikának abból a szempontból, hogy nekünk arra van lehetőségünk a mi templomunkban, hogy Facebookon keresztül élőben közvetítjük a nagy heti szertartásokat. Ugye nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, húsvét vasárnap. És az emberek, látja az ember a bejegyzéseket utána, vagy pedig azt, hogy egy ilyen szertartás után mindjárt 2100-an vannak, akik azt megtalálták. Ezek óriási dolgok. És reakciók. Tehát olyan emberekhez is eljut most az isteni üzenet, aki esetleg nem venné a fáradtságot, ha olyan minden oké és minden rendben van, nem venné a fáradtságot, hogy elmegy az Isten házába, elmegy a templomba, elmegy a gyülekezetébe, elmegy az imaházába, hogy ott imádkozzon, hogy ott a többiekkel együtt legyen. De így most eljut hozzá az Isten üzenete.
Csak egy mai üzenetet hadd osszak meg itt mindenkivel, hogy azért köszönöm a tegnap estét, mert ugyan én nem vagyok templomba járó, és ahogy említett, olyan magam módján tartom magam vallásosnak, de ha az Isten ezt üzeni, akkor ha feloldják, ott a helyem az Istennél. Mert én nem is tudtam, hogy az Isten ilyen. Egyetlen egy ember, és nem tudjuk, hogy a világban hány ilyen van. És ez annak köszönhető, hogy így módon eljutunk az emberekhez mégiscsak. Mennyire kellett megváltoztatni a prédikációk tartalmát ennek a járványnak, illetve ennek a technikának a hatásaként? Mert máshogy kell a hívő közösséghez szólni, amikor látom a szemeket. Ez így van. Ez pont nagyon rossz a hasonlat, de mégiscsak való, amikor a színházban az ember a nézők előtt játszik, egész más a pillanat varázsa, mint amikor egy zárt színházban eljátszanak egy színdarabot. A templomban ugyanez van, belenézek a hívők szemébe, hozzájuk szólok. Az éteren keresztül más. Hát ezt is tanuljuk. Nyilvánvaló, hogy azért televíziós mise közvetítések, szertartások, előadások, ilyen beszélgetések, mint hála Istennek ez is most létrejöhetett, eddig is volt. De azért nap mint nap egy teljesen üres templomnak szólni, és nem arra gondolni, hogy most a padban nem ül senki, hanem arra gondolni, hogy ott, azon a kamerán, azon a telefonon túl 50, 100, 200, 2000 ember arra figyel, hogy mit fogsz mondani, hogy te erre hogyan keresed a választ, hogy várják, hogy az Isten most mit üzen, hol van egyáltalán, törődik azzal, ami most történik. Tehát sokkal érzékenyebb, sokkal figyelmesebb ilyenkor az ember. És igen, ezt meg kellett tanulni, hogy a kamerának beszélek, mert tudom, hogy a kamera mögött ott vannak az emberek. És ezért jók a Facebook bejegyzések, mert ezek segítenek mindjárt abban, hogy látod, hogy ott vannak. Tehát ugye aki veszi, vagy aki nézi, az ugye látja, hogy hát most valami olyan hangzott el, akkor sok kis szívecske repül fel, ugye? Tehát, hogy odafigyelt, hogy most értette, most ő erre reagált. Ez olyan, mint amikor ott ül a templomban, és elmosolyodik, vagy könyv szalad a szemébe, vagy bólogat, vagy éppen csóválja a fejét. Most nem az arcmimika és a gesztusok, hanem ezek az elektronikus jelek jönnek vissza az emberektől, és tényleg hálát adok a Jóistennek ezekért a lehetőségekért, és sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint mondjuk szüleink, vagy inkább nagyszüleink, akik mondjuk a második világháború alatt, vagy az 56-os forradalom után, amikor lőtték itt Budapestet a szovjet tankok, akkor lent voltak egy pincébe, és fogalmuk nem volt, hogy mi zajlik fölöttük, és ott rettegtek, és nem volt mit enniük, és nem volt kommunikáció, és egy-egy valaki kimerészkedett, aztán vagy visszajött élve, vagy nem jött vissza soha többet, és megint nem tudtak semmit. Szóval egészen más helyzetben vagyunk most. De mégis hasonlít arra a helyzetre. És a nagyszüleink értelmes, egészséges, józan gondolkodású, megfontolt, tud spórolni, tudott odafigyelni a dolgokra, tudta a szeretetét kifejezni, olyan valaki lett belőle ilyen körülmények között, vagy ilyen nehézségek átélése után, amire lehet, hogy szüksége van az embernek ma. Ahhoz, hogy majd mi lesz utána, mert a lényeg az, ami utána jön. Ez pont olyan, mint a nagy hét, hogy nem Jézus kínszenvedése a lényeg, hanem a lényeg a föltámadás. Az új út az örök, tiszta, boldog és szent és szép életre. Tehát, hogy itt a lényeg azon van, hogy mi lesz utána. Hogy ez a megpróbáltatás, ezek a fájdalmak, ezek a gyász, ez a
az értetlenség, ez az aggódás, ez a félelemnek mi lesz a folytatása, hogyan jövünk ki ebből, és vajon rátalálunk egy olyan útra, ami emberibb. Ezt ma mondta valaki, aki azt mondja, hogy trolival jött, és hogy hát azt mondja, hogy rögtön megszólítottak, nyújtották a kezemet, köszönt a teljesen ismeretlen utas. Azt mondja, hát eddig voltam egy öreg asszony a többi között, aztán hadd álljon ott, minek utazik, miért nem marad otthon. Így álltak az emberhez. De most látták, hogy valami miatt nekem mennem kell. Ők nem tudhatták, hogy én a férjemet fogom most eltemettetni, és azért jövök. És mégis kedvesek voltak. Egész mások 2 hét után, mint 2 héttel ezelőtt. Sok mindenre megtanít minket ez a kényszerű szünet, az egészen biztos, és hogy új életet tudunk-e kezdeni, tehát tanulunk-e majd annyit a saját hibáinkból. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenki átérzi majd annyira a súlyát. Én most egy saját emberi gyengeségemet hagy mondjam el, csak azért, mert mindegyikünknek megvan a maga gyengéje. Amikor egy-egy balesetet szenvedtem, és én elég sokat szenvedtem el baleseteket, és akkor mindig, amikor az ember fekszik a kórházi ágyon, vagy a rehabilitáción, akkor utána azt mondja, hogy teljesen át fogom változtatni az életemet, és nem hajtom maga mennyire is, és nem, és sokkal óvatosabb leszek, és sokkal körültekintőbb leszek. És aztán, amikor elmúlnak a fájdalmak, akkor ugyanúgy hajtom magam, ugyanúgy csinálom, ugyanúgy két oldalán égetem a gyertyát, mert még az sem volt elég, hogy az ember 3 hónapot feküdt a kórházban. Tehát ezt lesz nagyon nehéz rendbe rakni, hogy most, ahogy kívülről meg, ez az én emberi gyarlóságom. Igen. Hogy vajon ez a kívülről, vagy Istentől jövő figyelmeztetés, amivel most élünk, kit és hogyan fog figyelmeztetni? Hát egészen biztos, hogy ez lelki alkat kérdése. Az érzék, amit úgy szoktunk mondani, hogy 7. érzék, vagy 8. érzék, vagy nem tudom, hanyadik, hogy van-e rá vevőm, hogy én ezt megértsem, hogy ez miért, mert keresem, az egészen biztos. Dühösen, indulatosan, finoman, elkeseredve, magamba zuhanva, depressziósan, pánikolva. Szóval mindenki másként, de keresem. Uh-huh. És hogy mire fogok rátalálni, ebben szeretnénk mi segíteni, de ugyanakkor pedig az a sok jó szándékú ember, aki nem fél a kesztyűs kezét nyújtani annak, aki most éppen felszáll, de ugyanakkor pedig, hogy mi lesz utána, az azért attól a traumától, attól a drámától is függ, amit én most átélek. Mert csak egy érdekes dolog, hogy szintén egy mai telefon, hogy vidékre lemennék-e, és akkor utána lesz ott egy olyan kis összejövetel, egy kis fogadás, és akkor... És ebből csak azt érzem, hogy nem is érzi, hogy milyen veszélyben van. Igen. Mert én azt gondoltam, hogy a vidéken jobban félnek tőlünk budapestiektől, mert látják a statisztikát, hogy itt több a megbetegedés, és majd inkább távolság. De nem is érzi. Tehát, hogy ez milyen, hogy ki hogyan éli meg. Ő úgy éli meg, hogy hát most egész nap itthon van a gyerek is, meg a férjem is, meg a feleségem is, és hát én abban reménykedem például, hogy az embereket ez közelebb hozza egymáshoz, és nem eltávolítja. Azt lehetett olvasni elég sok felületen, hogy megnőtt a családon belüli erőszak száma, erőszakok száma, itthon is és külföldön is, hogy külön segélyvonalakat nyitottak azoknak, és külön otthonokat, akiknek ebben a helyzetben el kell menekülni otthonról. Viszont
pont tegnap kaptam egy nagyon kedves telefont Amerikából egy művész házaspártól, akik azt mondták, hogy életük egyik legszebb időszakát élik, mert 3 hete a férje nem turnézik, otthon van, és ilyenre az elmúlt 20 évben nem volt lehetőségük. Tehát szélsőséges példák vannak, igen, arra, hogy kit mire tanít meg, vagy kit milyen helyzet elé, igen, állít. De azért biztos, hogy azt is megszoktuk már, hogy a hír az a negatív. Tehát az, hogy családon belüli erőszak megnövekedett, ez egy hír. Az, hogy családok tagjai közelebb kerültek egymáshoz, és újra együtt lehetnek, és én nekem is egy olyan jut eszembe, akik most minden este kártyáznak. Hát, hol csináltak-e? Maximum, mikor nyaralni voltak, de akkor is be voltak sózva, hogy ide is menjünk el, oda is menjünk el, ezt is nézzük meg, azt is nézzük meg, és csak pont éppen együtt nem voltak. És most minden este kártyáznak. Milyen jó a férje a feleséggel, a gyerek a szülővel, amit soha nem csinált, hanem mindenki ült a maga gépe előtt, és azzal foglalkozik, és most úgy utál a gép elé ülni, mert egész napot kell ülni, mert azon kell dolgozni, azon kell tanulni, azon kell csinálni mindent, hogy örül, ha már nem kell a gép elé ülni, hanem a szemébe nézhet a feleségének, és boldog lehet, hogy együtt lehetnek, és nem kell menni sehova, és nincs idő közkötve, és nem tudom. Tehát kényszerrel, de le lettünk állítva, az biztos. Abból a hajszából, amiben, hogy említette ön, a saját balesetei után visszatért, hát ha nem térünk vissza. Nem kellene visszatérni abba a hajszába, abba az embertelen, kizsigerelt, kihajszolt emberek, akikkel találkoztunk. Az nem emberhez méltó, nem embernek való élet. Valami új élet kell, egy olyan élet, ami erre teremtve lettünk, ami az Isten szándéka volt, hogy tudjunk egymás szemébe nézni, tudjuk egymást átölelni, és tudjuk egymást értékelni. Tehát az értékelésre jut eszembe egy szülő, aki azt mondja, hogy hát mi minden este azon dühöngtünk a férjemmel, hogy ezek a tanárok, hát meg vannak őrülve, hát miket kívánnak a gyerektől, én innen kiveszem és átviszem egy másik iskolába, és most meg én tanulok otthon a gyerekkel, és most úgy becsülöm azt a tanárt, aki ezt csinálja nap, mint nap, és nem egyel, hanem 20-szal, meg 30-szal, hát hogy bírja, hát tisztelete lett annak a tanárnak újra. A tanárok tiszteletét kivették a gyerekektől, a gyerekek életéből. De ugyanúgy az egészségügyre is úgy tudunk panaszkodni, semmi sem tökéletes, ez biztos. De hogy most hány és hány ember, egészségügyi dolgozó, orvos, nővér, micsoda áldozatokat hoz értünk emberekért? Milyen becsületük lesz újra? Hát, reméljük, hogy ezek csak apróságok, vagy mégsem? Ezek a gondolatok voltak a Nagy Hét 2020-as műsorunknak az üzenetei Horváth Zoltán atyával, akit nagy-nagy tisztelettel köszöntök még egyszer. Áldott húsvétot! Köszönöm szépen, örömmel és jöttem. És örülök, hogy ismét együtt lehettünk itt a stúdióban. Én is örülök, hogy beszélgethettünk. Köszönöm szépen. Amikor befejeztük ezt a beszélgetést Horváth Zoltán atyával, eszembe jutott egy vers a rohanó életünkről, az a címe, hogy Lassú tánc. 2004-ben kaptam, egy körémél formájában. Egy kislánytól származott Amerikából, aki gyógyíthatatlan rákbetegségben szenvedett. Az volt a kérése, hogy ez a vers jusson el minél több emberhez, hogy meglássák a pillanat értelmét, örömét, és ne hajszolják szét magukat. Ezt osztom meg most önökkel. Lassú tánc. Nézted valaha a gyerekeket játszani a körhintán? Hallgattad, amint az esőcseppek földet érnek tompán? Követted szemeddel egy pillangó, szeszélyes röptét? Nézted a tövatú nő ében a felkelő nap fényét? Lassítanod kéne, ne táncolj gyorsan. Az idő rövid, a zene elillan.
átrepülsz szinte minden napodon, s mikor kérded, hogy s mint, meghallod a választ. Mikor a nap véget ért, s te ágyadban fekszel, tennivaló százaik cikáznak fejedben. Lassítanod kéne, ne táncoljon gyorsan, az idő rövid, a zene elillan. Szoktad mondani gyermekednek, majd inkább holnap, s láttad a rohanásban, amint az arcára kiült a bánat. Vesztettél el egy jó barátot, hagytad kihűlni a barátságot, mert nem volt időt felhívni, hogy annyit mondj, szia! Lassítanod kéne, ne táncolj oly gyorsan, az idő rövid, a zene elillan. Mikor oly gyorsan szaladsz, hogy valahova elérj, észre sem veszed az út örömét. Mikor egész nap csak rohansz és aggódsz, olyan ez, mint egy kibontatlan ajándék, melyet eldobsz. Az élet nem versenyfutás. Lassíts, ne szaladj olyan gyorsan. Halld meg a zenét, mielőtt a dalt.